Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket itt. Nagyon sok új van, aminek nagyon örülök. És hát nagyon sok régi is, meg szintén örülök. Magamról annyit, hogy nem vagyok a szavak embere, úgyhogy kérlek nézzétek el nekem, hogyha nem minden sikerül úgy, ahogy terveztem. <laughs> Mert nagyon nagy tervező is vagyok. <laughs> És hát megpróbálok mindent összehozni, ami, valami hasznosat nektek, amit így megtapasztaltam az évek során. És hát magamról még annyit, hogy körülbelül négy éve gyakorlom a zent, és Londonban éltem kilenc évet, ami nagyon-nagyon ami sok örömet adott nekem. És hát ott találkoztam a, a zennel, az akkori pár avatott be, hát igazából nem avatott be, hanem megfigyeltem, hogy ő hogy működik, mert tulajdonképpen nem is, nem is igazából beszélgettünk zenről, csak tulajdonképpen megfigyeltem, hogy ő hogyan működik az emberekkel, hogyan viszonyul hozzájuk, és, és ez, ez nagyon szimpatikus volt, és, és hát nagyon... Megfogott, viszont elég viharos volt a kapcsolatom, ami valószínűleg hozzájárult, hogy végül is ide, ide jutottam el. Amit igazából nem tudtam, hogy, hogy azért jöttem ide, mert valamilyen szenvedést élek át a kapcsolatomban, azt, azt nagyon is tudtam, hogy nagyon sok vita volt, de nem tudatosult bennem, hogy, hogy mennyit szenvedek a kapcsolatban. És ez így évek során derült ki, hogy valami nem, nem jön össze. Szóval nem igazán tudatosult bennem azt, hogy, az, hogy én, én, szenvedek ebben a kapcsolatban. És erre csak itt jöttem rá tulajdonképpen a több hónapos éves gyakorlás után, és hát ezáltal sikerült véget vetnem. En, vagy hát sikerült megszopi, megszakítani ezt a, ezt a kapcsolatot, mivel hogy nem tudtam megoldani. Utána elég elég jó kis évek következtek, így az egyedül lét, így felszabadultabb voltam, és hát sokkal jobban tudtam figyelni a gyakorlásra is. Aztán jött az életembe, nagyon-nagyon sokat megtervezem a dolgaimat, és hát a kiolcsét is így, így hoztam össze, hogy megterveztem azt is, mm. jó egy évvel előtte megterveztem hogy én most idebe fogok költözni három hónapra és hogy végig nyomom az egészet amit végül is sikerült is megcsináljak. Elég sok hullámzásom volt de főleg a, a vége felé az elején a, nagyon nagyon jól ment. Ugye elterveztem hogy minden nap úgy kelek fel hogy ez az utolsó és az első napom és valójában ezt így is csináltam. Nagyon jó érzés volt az, hogy sokan voltunk a kiolcsén, nagyon összetartó volt a társaság, érdekes élmény volt. Azt is megtapasztalnom, hogy a három hónapig a pattársammal egymás mellett ülve jó barátok lettünk. Egyszer előfordult, hogy, hogy szétültettek minket. <laughs> és hát egy elég nagy hiány mat bennem, de aztán szerencsére visszaállt a rend. <laughs> szóval a, a vége felé, vagyis hát az intenzív hét után, mert ugye minden nap 8 órát ültünk, ami azért elég megterhelő volt fizikailag, az intenzív héten pedig 11 órát ültünk minden nap, és az utolsó napon 16 órát, és hát akkor a Értem el azt, hogy elmúltak a fájdalmaim, mert ugye előtte minden nap voltak lábfájdalmaim, hátfájdalmaim, fáj, de az intenzív hét az így meghozta a, ezt a örömet, hogy végle, végre ne fájjon semmim, és hát nem csak, nem csak fizikailag jött át ez az egész, Ugye az intenzív hét után elég meg, megtört ez a hajrá, amit így beleadtam az elején, mert akkor már ugye nem volt előttem valami, amiért csináltam ezt az egészet, vagyis hát nem csak azért csináltam, de mégis volt valami előttem, amiért, ami így erőt adott az egész gyakorlásban. Összességben véve nagyon megérte végigcsinálni a három hónapot, Ugyan még önbizalom <laughs> teljesen nem jött össze, de, de azért valamennyit, valamennyivel sokkal jobban ki tudom fejezni magam, mint előtte. Egész gyorsan tudok dönteni, <laughs> és kjolcsa után, ugye visszamentem Londonba, itt volt ez, ez a vírushelyzet, amire így nem készültem föl, mert így el voltunk zárva, Ettől az egésztől, mert ugye nem lehet használni semmit, se telefon, se beszélgetés, és, és így nem, nem jött át, hogy mi történik nagyon kint. Úgyhogy eléggé meglepődtem, mikor ott találtam magam abban a helyzetben, hogy nincs munkám. Én Londonban nagyon kiépítettem magamnak ezt a kis zónámat, ahol jól érzem magam, és ez most így megszűnt és el kellett döntsem, hogy mit, mit tegyek. Hát fogtam két táskát, kis táskát, kidobáltam a cuccaimat, és hazajöttem, vagyis hát ö, odaadtam, elajándékoztam a cuccaimat, és ö, hazajöttem, ma két hónapja itthon vagyok, azóta összezárva egy ö, új párkapcsolatban, két hónapja, ami azért is meglepő, mert biztos hatott valamit ez a sok éves gyakorlás, hogy két hónap alatt egy teljesen új párkapcsolatban összezárva, ugye nem mehettünk is sehova szinte, de nagyon-nagyon jól megvagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és együtt gyakorlunk. Köszönöm szépen.